Köszönjük Bartalajosnak az adatgazdag előadást. Tehát tisztelete üdvözlök mindenkit. A kicsit témát változtattam, tekintettel arra, hogy nem készültek el azok az eredmények, amelyeket be akartam volna itt mutatni. És az talán érdekes, hogy egyfajta ilyen, hogy mondjam, kutatás, elméleti kutatás módszertani dologról beszélnék, hogy ebben a témában, tehát hogy példának okáé, de ez bármilyen más hasonló történet szociológiai vizsgálatra is igaz, hogy 1944 figuráinak emlékezett politikai jelenlétére irányuló kifejezetten történet szociológiai, tehát empirikus történet szociológiai kutatásnak milyen hát módszertani megoldásai és tanulságai lennének. Ugye tudjuk, hogy az empirikus történetszociológiai vizsgálatok azok ugye visszamennek a 60-as, 70-es évekre, amikor ugye az volt a jellemző, hogy erre a célra rögzített hát előstruktúrát, adatbázisok keletkeztek, és ilyen nagy csöves számítógépeken ugye azokat használták. Ezek ugye részben hát eleve numerikus jellegű témák voltak, pontosabban teljes egészében eleve numerikus jellegű témák voltak, tehát árak, népszámlálási adatok, elsősorban ugye a Nemzetközi Gazdaság Történeti Kongresszusokon lehetett ugye ilyenekkel találkozni, és hát néhány magyar, hogy mondjam, úttörő is próbáltak az ehhez csatlakozni. Most a 80-as években van egy nagy ilyen kvalitatív természetű elmozdulás, hétköznapi nyelven szóval ugye keresgélés a szövegekben, amik akkor kerültek ugye rögzítésre, és lettek hát ilyen-olyan, amolyan módon kiadva. Na most ugye maga ugye a 90-es évek közismerten ugye az internet áttörés időszaka, de ami minket igazán érdekel, az főleg 2000 után történik, mert egyrészt a Web2 révén a magánszemélyek tömeges belépése történik meg ugye a forrástermelésbe, ekkor indul meg a tömeges, visszamenőleges full text digitalizálás, tehát az elmúlt 50-80-100-200 évnek a szövegeit, ugye millió oldalszám, hát, illetve a világ nagyságrendjében 100 millió oldalszám, vagy akár milliárd oldalszám digitalizálják, és ami most számunkra kevésbé izgalmas, a nem szöveges forrásoknak, tehát a képi hangol forrásoknak a tömeges netre kerülése. Na most ugye abban a kérdésben, hogy hát a különféle személyek hogyan bukkannak föl az emlékezetben, tehát konkrétan ebben az esetben ugye 44 aktorai hogyan bukkannak föl az emlékezetben. Ez ugye egy ilyen klasszikus big data kutatás lenne, de azt kell mondanunk, hogy a big data kutatás az jelenlegi technikai feltételek között szólhat a történelemről, de nem szólhat történetileg. Magyarán arra mód van, hogy például mondjuk ugye a Google-ben rákeresünk arra, hogy Wallenberg, vagy Wallenberg és Szálasi, és akkor ezek kapunk ilyen eredményeket, amiből ugye az derül ki, hogy mondjuk hány darab van ezekből a találatok az egyes országokban. Ugye ez nagyjából úgy állapítható meg, hogy milyen kiterjesztésű szájtokon találta Google találatot, illetve, hogy ebből mennyi van a Google Scholarban, amivel ugye a hát kvázi tudományos műveket ebből úgymond szűrjük. Bár persze az maga is egy ugye történetszociológiai vagy tudományszociológiai kérdés, hogy mely folyóiratok kerültek a Google Scholarba. Na most, nincs módod azonban történetileg elhelyezni, azaz, hogy az egyes szövegeket, hogy az egyes szövegek mikor keletkeztek, hiszen az elmúlt évtizedekben digitalizálták be visszamenőleg, ugye sok-sok évtizedre a különféle ugye forrásokat, szakirodalmat, cikkeket és így tovább.
Na most nincs módod arra sem, hogy a téves találatokat kiszűrd. Aminek ugye példának okáért, ugye a Bajcsi Zsilinszky az amúgy is egy szorgalmasan előforduló személy, de hogyha még belegondolunk abba is, hogy van egy Bajcsi Zsilinszky út, amit rengeteg minden dolog történik, ugye a napilapok szerint, és árulnak ott lakásukat, és így tovább. Tehát ennek egy töme, a Bajcsi Zsilinszky név tömeges felbukkanása, vagy a kedvenc példám, hogy a Lakatos Géza ügyében a fő találat, az egy Lakatos Géza nevű olvasztár Szahanó Istával kapcsolatos. Tehát csak mérsékelten alkalmas arra, hogy Lakatos Géza emlékezetéről bármit is mondjuk. Na most a megoldás az, hogy nem egy valódi big data, hanem egy big data-szerű kutatást csináljunk, és hát ennek én néhány módját fogom itt most elmondani. Ugye van ez a, mondjuk egy ilyen Bradford projekt logika, a talán ismert ugye a Bradford projekt, az, hogy X gyereket Bradford városában leszerződtek velük, hogy megnézik, hogy mi történik velük 0 éves korukban, 5 éves korukban, 10 éves korukban. És akkor ugye 100 év múlva, akkor majd egy nemzedékről egy teljes hát vizsgálat lesz. Magyarán, hogyha mondjuk most csinálunk egy ilyen nagy Google keresést, meg 10 év múlva, meg 20 év múlva, akkor 30 év múlva egy nagyszerű tanulmányt írhatunk ebből, de ez talán a tudományos fokozatokat, szerzőket nem annyira elégíti ki ez a lehetőség. Na most a B variáció az, hogy vannak mindenféle letölthető komplett olyan archívumok, amelyben az időrendi struktúrálás lehetséges. Tehát például az egyetemes periodikum archívumban, ugye 45-től 90-ig, időbeli tagolással vannak fönn ugye a folyóiratok, azon a módon, hogy az jó legyen arra, hogy időben is tagoljuk meg, folyóiratok szerint is tagoljuk majd az eredményeket. Ugye fönn vannak néhány tudományágnak a tudományos folyóiratai, vannak mindenféle ilyen értelmiségi diskurzusokra jellemző folyóiratok, és jelen van néhány, hát sajnos vidéki, és hát ilyen értelemben talán kevésbé hát elméleti jelentőségű napilap, de ezek azok, amiket bármelyikünk néhány órás munkával letölthet magának teljes egészében. Na most a C megoldás az ugye a kuncsorgás és a saját szkennelések. Mondjuk a kuncsorgás alatt azt értjük, hogy ugye valamilyen nagy internetes adatszolgáltatótól elkunyeráljuk az adatokat. Nekem például az Arcanum barátságból odaadta a valóságot ilyen értelemben, mármint a Valóság című folyóiratot, ami ugye a 1990 előtt legkomolyabb ilyen társadalomtudományi folyóiratnak számított Magyarországon. Na most ebből a két anyag típusból, tehát ami már akkor ott van ugye a gépünkön, ugye főszabályként PDF-fájlban, akkor magát ezeket a letöltött fájlokat elkezdjük magunk tömegesen kezelni a következő módon, hogy mondjuk egy ilyen ebbi típusú karakter felismerővel, ugye a legjobb megoldás az, hogy HTML-be vagy rich text formátba konvertáljuk ezeket a PDF-eket. Ugye a HTML és az RTF formátumoknak a nem átváltoztatásával, hanem a fájlok TXT-re való átnevezésével megvan a betűméret, megvan minden olyan tulajdonság, ami a karaktereken túlmenően sajátossága egy szövegnek, és utána ugye ezt mondjuk SPSS-be, vagy bármilyen más adatbázis kezelőbe ugye konvertálhatjuk kétféle módon. Az egyik az, hogy mondjuk egybekezdés legyen egy eset, tehát ez egy jó erős gép kell, ami ezután a gigantikus szélességű változókban ugye variál. Amihez kevésbé kell erős gép, az egy szó egy eset. Mit tudom én, ez azt jelenti, hogy akkor mondjuk lesz egy, mondjuk a Valóság esetében lett mondjuk egy 40 millió soros adatbázis, amit azonban egy közepes kategóriájú gép, mint ez ugye egyetlen változó
egyetlen szűk változó egészen jól kezel. Na most itt ugye minden szóról, tehát minden egyes esetről tudni fogjuk az évet, a betűméret, betűtípus révén tudni fogjuk azt, hogy mi az, ami ezek közül cikk cím, cikk alcímnek a része, és hát a sorszám alapján egy relatív pozíciót tudunk meghatározni a labban, tehát ugye meg a cikken belül is nyilván. Na most ebből milyen fajta eredmények hozhatók ki? Hát például az, hogy ugye a nagybetűs szavak, illetve egymás alatti olyan két-három nagybetűs szavakból ugye ki tudjuk hozni a név gyakoriságot, illetve hát ugye mi az, ami még nagybetűs intézmények, települések gyakoriságát, és ezt ugye már hozzá tudjuk rendelni az adott lapon belül időhöz, és hozzá tudjuk rendelni szerzőhöz. Na most a már kiválasztott személyekből vagy intézményekből, vagy tehát bármifajta névből változót hozunk létre, tehát az előző példát folytatva, mondjuk a Wallenberg néven létrehozunk egy változót, aminek ugye olyan értékei vannak, hogy az egyes az az, hogyha ez egy olyan cikk, ahol Wallenberg említve van, kettes a cikken belül a Wallenberg neve kétszer olyan sűrűn van jelen, mint általában a Wallenberget említő cikkeknél, három, ahol háromszor vagy ennél gyakrabban, ugye ezzel nagyjából a valamilyen mértékben Wallenbergről szóló cikkek megvannak. Na most hasonlóképpen ugye megcsináljuk ezt mondjuk Szálasi, Horthy és a többi változókról, tehát amiket kitaláltunk maguknak előre, mint ugye 44 fontos figuráját, és így már bárki, tehát mindenféle külön számítás technikai képzettség nélkül pillanatok alatt az egyidejű előfordulásnak a gyakoriságát ki tudja mutatni. Na most a következő nagy megoldás az az, hogy vannak ugye időbeli jelleggel eleve struktúrált adattárok, ezek között a legfontosabb ugye az Arcano ADT Plus nevű nyilván mindannyiatok által használt, bár talán kevésbé statisztikai módon használt adatbázis, amiben ugye több száz folyóirat, napilap, stb. Van jelen, valamint ez a szaktárs című ugye, könyvek adatbázisa. Most itt egy kicsit más megoldást követhetünk. Az első, hogy azt mondjuk, hogy csinálunk egyrészt egy olyan keresést, hogy 1944 end date 1950, 1944 end date 1960, és így tovább. És akkor ugye olyan találatokat fogunk kapni, amelyek az 1950. vagy 1960. évben publikált összes olyan cikket tartalmazzák, amelyekben szerepel az, hogy 1944. Most itt vannak kisebb technikai nehézség, hogy egyszerre csak 5000 találatot hoz. Na most akkor ezt mindegy, azért kell ilyen szép tagoltan csinálni, ugye letöltjük HTML-be, HTML-be, majd a HTML-ből textbe, majd a textből ugye ugyanígy sokba, és akkor így teljesen egyforma találatok, tehát még az előző esetében ugye egyenként folyóiratonként kellett kitalálni, hogy mit jelentenek a különböző betűtípusok, stb. Itt van egy teljesen struktúrált rendszer, a ugye 38 millió oldalra, ahol most az ADT plusz tart, az abból kiválasztott ugye anyagokra, az első betűtípus az ugye a folyóirat neve, évszáma és a találatnak az oldalszáma, a második betűtípus az ugye a cikk címe és a szerzője, és a harmadik betűtípus, ez most nekünk nem annyira érdekes, az 1944-et mint szót megelőző követő ötöt szó. Na most ebből a dologból, ugye a betűtípus 2 segítségével létrehozzuk a saját gépünkön az 1944-re releváns összes cikkeknek a listáját. Na most, ha ez megvan, akkor megcsináljuk a második keresést, ahol ugye rákeresünk arra, hogy Wallenberg, rákeresünk arra, hogy Szálasi, rákeresünk arra, hogy Lakatos Géza, rákeresünk arra, hogy Balcsi Zsilinszky, és ezekből a keresésekből is ugye létrehozzuk az adattárat, tehát az e vonatkozásokban releváns cikkeknek az adattárát. Na most ebben a keresésben ugye ott van az a rengeteg ideleváns találat, tehát a Lakatos Géza olvasztár, meg a Balcsi Zsilinszky úton
eladó kozmetikumból, kozmetikumok listája. De ugye már volt nekünk egy olyan adattárunk, az előbb csináltunk egy olyan adattárat, ahol az 1944 évre valós találatokat mutató cikkek fordulnak elő, és ugye ezt a két adattárat összefuttatjuk, ami szintén egy mozdulat ugye az SPSS-ben, akkor azt mondhatjuk, hogy ahol a két adattárban a cikk címek azonosak, azok már tényleg magáról a Bajcsi Zsilinszkiről történő említést, és nem a Bajcsi Zsilinszki útról történő említést jelentik. És utána ezt megvizsgálhatjuk a folyóiratok, napilapok között, ugye ebben a teljes hatalmas, hogy több száz, most olyan több ezer folyóiratra, napilapra kiterjedő adatbankban. Meg tudjuk csinálni a teljes megoszlást szerző szerint, meg tudjuk nézni a megoszlást év szerint, és így tovább. Most utoljára azt mondanám, hogy arra írnám fel a figyelmet, hogy minden korábbi hát történetszociológiai vagy ehhez hasonló, tehát forrással szemben, ahol ugye egyértelműen elkülönült egymástól egy ilyen, hát mondjuk adatrögzítési vagy kutatási, adatfelhalmozási és egy feldolgozási szakasz, ez egy iteratív dologgá változhat. Tehát bármely előzetes adattárral szemben, itt ugye ez korlátlanul bővíthető újabb keresésekkel. Ugye, tehát nem, ha rájöttem, hogy az a, nem tudom én, 50 fontos emberről szóló elit adatbázisom kicsi volt, akkor még újabb 3 emberre rá tudok keresni, és ez ugye semmifajta, hát újabb manővereket nem igényel. A másik tényező, hogy magából a keresési eredményből alkothatók meg újabb keresőszavak. Például azt mondjuk, hogy a magyar életrajzi lexikonon belül, mondjuk az ATT pluszon, a magyar életrajzi lexikonon belül keressünk rá el az 1944 szóra, megkapjuk az összes olyan személyt, aki az életében az 1944 mint év előfordult. Ez nem érdektelen, tehát ebből nem, ennek jelentős része olyan, aki magattól nem jutott volna nyilvánvalóan eszedbe, de valamilyen szempontból ő akkor valamit csinált, tehát valamilyen értelemben aktora volt ennek a történetnek, és akkor ezeknek a személyeknek a listáját, én ezt nem vagyok hajlandó önmagamat rabszolgának használni, tehát nem kézzel ütöm be egyenként a kereséseket az ADT pluszra, hanem csináltam ebben az ügyben egy kis makrót, amit szívesen adok bárkinek. Használata 3,5 perc alatt találhat, tanulható meg, ki van próbálva. Vagy pedig mondjuk, hogy a história 1944-re relevánsnak talált cikkeiben előforduló személyeknek a listájából. Tehát lényegében ezen a módon bármilyen, hogy mondjam, történeti időhöz köthető személy, intézmény vagy település kereséssel meg tudunk birkózni, és le tudjuk küzdeni azokat a nehézségeket, amelyek a big data kutatásoknak látszólag valódi problémái. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Köszönjük szépen Nagy Péter Tibor előadását és az SPSS továbbképzést, illetve az előadás az arra is rávilágított, hogy micsoda munka van egy-egy ilyen előadás mögött, mert hogyha nem is SPSS-ben, de gyakorlatilag a kutatást mindenki a maga területén elvégzi más eszközökkel akár, amiknek itt most csak a jéghegy csúcsa látszik gyakorlatilag az előadásokon a mai meg a holnapi napon is. És mivel sikerült lefaragnunk a technikai